klímavédelem Békés Csabán, apró lépésekkel kell kezdeni. Segítség a veszélyhelyzetben. Hangos könyvek elkészítését kezdeményezte a Jókai Színház társulata. Sonka mustra. Mi kerül a húsvéti asztalra? Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az oktatási akciócsoport javaslatokat tett az idei érettségi vizsgákkal kapcsolatban, mondta az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója előtt a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, hogy egyelőre csak javaslatokról van szó, amelyekről a kormány jövő hét szerdán dönthet. Az államtitkár arról tájékoztatott, hogy idén törölhetik az előrehozott és szintemelő vizsgákat, így 113 ezer érettségi helyett csupán 73 ezer érettségi kellene rendkívüli módon megoldani. Az írásbeli vizsgák május 4-én kezdődnének el. Az akciócsoport javaslatai alapján az oktatási intézmények az írásbeli vizsgákat 14 nap alatt bonyolíthatják le, úgy, hogy legfeljebb 10 fő tartózkodhat majd egyszerre egy teremben, a megfelelő egészségügyi óvintézkedéseket betartva. Hozzátette, szóbeli vizsga kizárólag azon vizsgatárgyak esetében lehetséges, amelyeknek középszinten csak szóbeli része van, illetve csak azok számára szerveznek ilyen vizsgákat, akiket sajátos nevelési igény miatt felmentettek az írásbeli alól. A tervek szerint 320 ezer helyett összesen 45 ezer szóbeli vizsgát kellene megszervezni hazánkban. Megnyitjuk ugyanakkor az érettségi jelentkezési felületeket, és azt javasoljuk, hogy aki nem felvételizik idén, tehát valójában nincs égető szüksége az érettségi eredményre, az vissza tud lépni a jelentkezéstől, és természetesen a következő tanévben nyugodt körülmények között tud levizsgázni. Senkinek nem kötelező tehát érettségiznie, ha nem felvételizik. Az elmúlt években a klímaváltozás és a klímatudatosság jegyében a legtöbb ország és város igyekszik a lehető legtöbbet megtenni természetünk megóvása érdekében. A szakemberek szerint akár egy-egy lakos, cég vagy egyesület és egy önkormányzat is sokat tehet a klímáért. A békéscsabai városvezetés igyekszik sokat tenni azért, hogy minél élhetőbb és egészségesebb településen élhessünk a megyeszékhelyen. A geotermikus energiahasznosítás és a napelempark is a zöld város kialakítását célzó beruházás. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati jó példával kell, hogy előjárjon, és ennek a példának szerintem eleget is tesz. Ez egy közös feladat, azért ez nagyon fontos megemlíteni, közös feladat, a gazdálkodó szervezetek, a lakosság, intézményi szféra, így az önkormányzat is közösen tud elsősorban szemléletformálással segíteni a környezetvédelmi ügyön és a klímavédelmet ugye támogatni és elősegíteni. A hazai és európai uniós pályázatokból finanszírozott milliárdos nagyságrendű városfejlesztési projektek egyik elsődleges célja az energiahatékonyság és a klímavédelem, tette hozzá az alpolgármester. Nagy Ferenc kiemelte, hogy folyamatban van a közvilágítás modernizálása, és nem elhanyagolható, hogy a zöldrendszámos autók díjmentesen parkolhatnak a városban. Tovább szűkítve a kört, az egyesületek és a civil szervezetek is sokat tehetnek a fenntartható jövőért. Azt gondolom, hogy elsősorban a civilek szerepe a szemléletformálás, ami lehet elméleti úton vagy gyakorlati úton, mintaprogramokkal, vagy olyan gyakorlati tanácsok, vagy gyakorlati lehetőség bemutatásával, amit a lakosok otthon is tudnak használni. A másik pedig olyan nagyobb ívű programok folytatása, ami konkrét eredményekkel jár, akár egy természetmegőrző program, vagy egy klímatudatos programsorozat, vagy számos példa van erre. A szakemberek szerint a személyes felelősségvállalásnak is óriási szerepe van. A klímaváltozás érdekében sokat tehetnek az állampolgárok is. A környezettudatosság felé apró lépések vezetnek. A Tebe hulladékmentes bolt tulajdonosa három fő lépést emelt ki. Az első, hogy álljon nyitottan a kérdés, ez ne dugja homokba a fejét. Igenis szembesülni kell vele, hogy ez egy hatalmas probléma, és hogy mit tud tenni ezért. A másik, amit már is meg tud tenni, a második lépés, hogy a pénzünk az egy szavazati eszköz, bemegyek a boltba, ha van választási lehetőségem, akkor a környezettudatos terméket fogom választani, mert ezzel jelzem, hogy nekem erre van igényem, és akkor ebből lesz több. És a harmadik, és a legfontosabb, hogy apránként, de kifogások nélkül változtassunk.
A változtatás sosem egyszerű, azonban fontos, hogy egy élhető bolygót hagyjunk gyermekeinkre, tette hozzá Pocsai Csilla. Az egészségügyi dolgozók gyermekeinek tanításában segít a kórház suli. A budapesti alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítsen azoknak a tartósan beteg gyermekeknek, akik hosszabb időre kimaradnak az iskolából. Most az egészségügyi dolgozók életét szeretnék megkönnyíteni. Tódné Almási Mónika 15 évig dolgozott kórházpedagógusként egy gyermekonkológiai osztályon. Ott ismerkedett meg a tartósan kórházban vagy otthon gyógyuló beteg gyerekek pedagógiai ellátásának hiányosságaival. A kórházsuli program célja, hogy azoknak a tartósan beteg gyerekeknek segítsenek, akik különben évekre kimaradnának az iskolából. A programban önkéntesként középiskolások és egyetemisták is részt vehetnek. Ezt a közösséget mindenképp szeretnénk továbbiakban is megőrizni, illetve a tevékenységünk kezdetén arra fókuszáltunk, hogy a gyógyuló fiataloknak tudjunk a tanulásban minden segítséget megadni, de most elkezdjük kinyitni a programunkat, vagy hát elkezdtük kinyitni, és az őket visszaváró osztályközösségeknek is igyekszünk mindenféle szakmai és módszertani segítséget megadni abba, hogy ők hogyan tudják visszafogadni azokat a társaikat, akik évekre kimaradtak a közösségből. A koronavírus járvány miatt pedig egy új programot is indítottak. Most az egészségügyi dolgozóknak szeretnének segíteni, és az ő gyermekeiket korepetálják önkénteseik. A Szegedi Tudományegyetem egyik gyógypedagógia szakos hallgatója két gyermeket korepetál online. Ez egy kihívás számomra, és óriási felelősség is egyben. Hiszen nyilván, hogy szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és ez egy kiváló tapasztalatszerzés nekem személy szerint, miközben érzem, hogy tudok valahogy segíteni és meghálálni az egészségügyi dolgozók munkáját ebben a nehéz időszakban, és azt gondolom, hogy ebből mindenki profitál. A kórházsuli továbbra is várja azon egészségügyi dolgozók jelentkezését, akik szeretnék, hogy gyermekük online korepetáláson vegyen részt, önkéntesnek pedig egyetemista hallgatók jelentkezhetnek. A segítők kiválaszthatják azt a korosztályt, akit tanítani szeretnének, valamint azt is, hogy milyen tantárgyakban. Hangos könyvek elkészítésében nyújt segítséget a Békés Csabai Jókai Színház társulata, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének. A teátrum egyik színészének kezdeményezésére 12 színházi munkatárs 120 alkotást rögzít a fogyatékkal élők megsegítése érdekében. Ruháját is kicserélték, tiszta, de régi módira. Kelemen Györgyné Edit művét olvassa és veszi fel éppen Csomós Lajos, a hangos könyvek elkészítését kezdeményező színművész. Mint mondta, a koronavírus járvány okozta helyzet miatt szünetelnek a színházi előadások, így a színművészek társadalmi segítségnyújtással töltik idejük nagy részét. A teátrum 12 munkatársa 120 alkotást rögzít a következő hetekben. Megbeszéltük, hogy kezdjük el úgy, hogy helyi gyengénlátók és vakok műveit fogjuk felolvasni. Már meg is jött e-mailben 50 novella, vagy nem 70 novella és 50 mese, úgyhogy ezzel mi bemelegítünk, és utána jöhetnek a nagyobb feladatok is. A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének referense elmondta, jó kapcsolatot ápolnak a helyi színházzal, ezért örültek a megkeresésnek. Ádász István kiemelte, ma közel 5000 hangos könyv van hazánkban, azonban az összeállítás bővítésre szorul. Van hangos könyv felolvasás, nem is kevés, már legalább szerintem egy olyan 4-5000 könyv biztos fel van olvasva régről, vagy új formátumban, amit ugye a régi dolgokat most kell majd digitalizálni. És ott is nagyon sokan olvasnak föl. Profi, kevésbé profi, de mindenkinek színvonalas a felolvasása, ami megjelenik a Dolor Tibor hangos könyvtárban. Az egyesület referense bízik abban, hogy sikerül minél több hangos könyvet készíteniük, így változatos összeállításból válogathatnak majd sorstársai.
A népi hagyomány szerint húsvétkor szabad először húst enni a nagybőjt után, így a húsvéti sonka is ekkor kerül az asztalokra a főtt tojás és a torma mellé. A tökéletes sonka elkészítése nem bonyolult, csupán néhány alapszabályt kell betartani hozzá. Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Ilyenkor a húshagyó táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst enni. Az egyik békéscsabai hentes elmondta, hogy a nagysúlyú sertéseket általában október végén, november elején vágják le. Azt szeretem, hogyha a hátsó sonka húsvétra igazából szépen beérik, mert úgy szoktam, hogy két hét só, és utána hát hét még sólébet átpácoljuk, aztán megfüstölöm, és be van akasztva a kamrába, nyugodtan érik, és aztán ilyen szép lesz. A helyi őstermelő a parasztsonkát tartja a legjobbnak, de mint mondja, van igény a ködözött sonkára és a szívsonkára is. Az a tapasztalata, hogy a szezonális dömping ideje a húsvét, de évközben is van, aki ezt a húsvélét keresi. Ez egy kicsit frissebb. A parasztsonkát érdemes főzés előtt néhány órán át áztatni, majd bőlében lassan puhára főzni. Erről már Prohászka Béla, Benezdíjas mesterszakács beszélt. Ha a hús megfőtt, akkor ki kell hűlnie. Ezután érdemes frissen tartó fóliába vagy konyharuhába csomagolni és lesúlyozni, mert így a sonka szeletelés közben nem esik majd szét. Sonka tojás nélkül számomra, tehát nem sonka, elengedhetetlen része. Az az igazi, amikor például a kihűlt sonkalébe feltesszük a tojást, tehát főni, azt is szép lassan, és az is legalább 4-5 óra hosszáig majd hagyjuk, hogy kihűljön. Így nagyon jó aromát érhetünk el, s remekül illik a torma és a sonka ízvilágához. Tette hozzá a mesterszakács. A húsvéti készülődés magával hozza a tojásfestés gyakorlatát. A kivitelezésnek több technikai megoldása van, ilyen például a berzselés, a karcolás, a viaszolás, vagy épp a körömlakkal való festés. Békéscsabán az Aulich utca sarkán az arra járók immár harmadik éve láthatnak több száz tojással díszített barkafát. Készítője 4 évvel ezelőtt látott hasonlót egy kereskedelmi csatornán, innen merítette az ötletet. A tojásokat tavasztól őszig festi körömlakkal, hogy azoknak legyen ideje az ünnepig megszáradni. Hát a fán kb. 300 tojás van most már, hát szeretném minden évben bővítem, fogy is belőle, mert azért visznek is el belőle, de hát ez vele jár, ha már az utcán van. Minden évben azért 50-60-70 tojás jön. A helybéliek jó néven veszik ezt a hagyományt. Idén alkoholos filccel bővült a technikai megoldások tárháza. A színesebb példányokat mindig feljebb helyezi el. A tojásfestő minden évben számol azzal, hogy a fa legaljáról elvisznek pár hímes tojást, de elmondása szerint ő ezt nem bánja. A tojásdíszítésnek több módja van, ilyen például a berzselés. Erről már egy helyi etnográfus beszélt. A motívumok közt fellelhető az ekevas és a gerebje is. A nők régen méhviaszos technikával dolgoztak, a férfiak karcolással végezték a díszítést. A tájanként nagyon változatos. Érdekes, hogy az Alföldön díszítették a korai időszakban legkevesebbet a tojást. Itt általában csak inkább a szín fordul elő, és itt is elsősorban a piros szín, mert hogy ez a vér és az élet szimbóluma. Azon kívül, hogy a piros tojás az életet és Krisztus vérét jelképezi, a lányok a szokások szerint tojást adtak a fiúknak, ezzel megerősítve a kapcsolatukat. Rendszerint a keresztszülők is ilyen tojást adtak kereszt gyerekeiknek. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak otthon és vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!